Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, és srácok, jöjjenek a drift modok. Lehet, hogy valaki már felfedezte őket, lehet, hogy még valaki csak most fog hallani róla, de minden esetre tudatom veletek, hogy léteznek most már a játékban úgynevezett drift modok, most így, hogy kijött az update 18. Na, de ha valaki 2032-ben nézi ezt a videót, valószínűleg már rég tudni fogja, hogy mi a helyzet. Na, a lényeg az, hogy vannak drift modok, és a drift modokkal meg lehet szerezni. Ezek a drift modok olyanok, mint a corrupted modok, amiket ugye a Orokin Derelictben lehet szerezni, csak éppen az van, hogy ezek két dolgot növelnek, nem úgy, mint például a corrupted modok, hogy valamit növelnek, valamit elvesznek, hanem mint például az overextended, hogy a plusz range-ed, de elvesz cserébe erőt. Ezek nem, ezek adnak például plusz erőt és plusz recovery-t, vagy plusz valamit. A lényeg az, hogy két pluszos adatod lesz tőled. Na most ezeket beszerezni a holdon, tudjátok. A holdra elmenni a földön tudtok. Tehát például ez egy holdpálya, ez is egy holdpálya, akkor ez is egy holdpálya, és a holdra tudtok elmenni. Na most, még mielőtt megelőzöm, mielőtt valami megkérdezni, hogy hogyan lesz holdod, úgyhogy megcsináljátok a Second Dream nevű questet. Hogy kell megcsinálni a Second Dream nevű questet? Már van egy csomó videóm róla, érdemes megnézni őket is. Na, a következő dolog lesz. Szóval, milyenek ezek a modok? Megmutatok például egyet. Kint mutassam meg, ja, megmutatom, talán az emberen, az azt hiszem, hogy jól tudom, nem, az emberben nem raktam be, beleraktam egyet a kromába, annyi biztos. Na szóval, hogy néznek ki az új modok? Így, Power Drift, és amint látjátok, ilyen Exilus modok ezek, és az a jó benne ezekben az Exilus modokban már, hogy igazából belerakhatod akárhova. Tehát ide, 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 tehát oda rakodóva jól esik. És például most, hogy kijött ez, csak ez az egyszerű Power Drift nemű mód, ami plusz 15% és 30% faster recovery. Csak ide belerakom, kromám gyakorlatilag már elesni se fog tudni, mert azonnal feláll. És ezáltal megnövekedett az ereje 199%-ra, az idő 268%, ez egy solo build kroma, így szoktam hívni. És gyakorlatilag arra szolgál, hogy szólóban fussak millíve leginkább. Na, van egy ilyen csapatbildelős kroma is, abba is bele raktam, az mínusz idős, viszont sok effektivitás és power range. Ez az, hogy minél többször tudjam elkapcsolni a képességeket, és ne fogyasszon túl sok energiát, tehát gyakorlatilag. Na, de leginkább szólra szoktam használni a kromát, úgyhogy ezt a buildet használom. De például ilyen egy új Power Drift, van más is, eddig azt hiszem kettő fajtát sikerült felfedezni. A másik ez a Cannon Drift, ami... ja, ez várj, Cannon Drift plusz 2 Slice, plusz 2 Power Range, ez se rossz. Mínusz 5% friction, az még nem tudom én, hogy mit jelent, de plusz 2 side, plusz 2 power range, ez egy egészen jó dolog lehet. Például olyan warframe-ekben, mint például az ember, ahol egy kis extra range az nem árt, de nem szeretnél veszíteni semmiből cserébe. Tehát például nem, az emberben nem raknám bele én az overextended-et, mert nem szeretném, hogyha veszíteni az erejéből, de lehet, hogy szeretnék még egy kis range-et, és ez pont jól fog jönni az emberbe. Tehát például itt ez a Cunning Drift, és vannak ilyen egy-két ilyen új mód, igazából már is fejlesztem fel sok mindent egyelőre, mert még járogatunk a holdra, nem tudom, hogy az összeset dobta-e, vagy nem dobta az összeset, mert talán ezek voltak a leggyakoribbak, amiket dobott. Na most, következő képi anyagokban, srácok, látni fogtok a holdpályákról küldetéseket. És most elárulom nektek, hogy a holdpályán, a holdnak a pályáin vannak ilyen vaultok, mint az Orokin Derelictben, ilyen széfek. Csak oda nem kulcsok kellenek, hanem az eszed. Elmész és megfejted, hogyan kell őket kinyitni a pályán, és most jöjjön arról a videóanyag.
Nos, akkor eljöttük ide a holdpályákra. A holdpályákon ugye különféle küldetések vannak. Mindig különféle küldetésen vannak különféle ilyen megfejtendő voltok. Ugye ide nem kulcs kell, hanem jössz, hozod a kis eszedet, és megfejted, hogy hogyan kell megcsinálni. Nem fogom leírni, hogy hogyan kell az összeset megcsinálni. Egy kicsit ti is föl kell fedezzétek, amúgy is bonyolult lenne leírni, de nem macera őket megfejteni. És ugye akkor mindegyik pályán lesz egy ilyen csillagkapu, nevezzük így, hogyha megfejted a kis bejáratot, hogyan kell kinyitni, és bemész, és onnan ki tudod szedni az új modokat. Érdemes velük még kis sietni, egy kicsit elmenni, megfejteni, feloldani a holdpályákat, mert ezek a modok jelenleg egy olyan 15-20 platba mozognak, amíg gyakorlatilag föl nem fedezi mindenki, hogy kell őket megcsinálni, vagy megfejteni ezeket a pályákat, és akkor elveszik az értéküket. Nem tudom egyelőre, hogy van-e még olyan mod, ami ezek különbözik ezektől, és értékesebb ezeknél, de valószínűleg, hogy lesz, nem hiába. Elmenni ezekre a küldetésekre nagyon javallott négyen menni, mert egyes vaultokat négyen tudják kinyitni, de négyen amúgy is a legkényelmesebb gyakorlatilag. Szóval, vagy hogyha ketten mentek, mindenképp legyen ott egy Loki, mert akkor a Loki azt fel tudja teleportálni a másikat. Szóval mindenképpen legyen náluk a Loki, ha ketten mentek, mert hogyha nem, akkor javallott négyen menni, mert van olyan pálya, amit csak négyen tudtok megfejteni, látni is fogjátok itt a videó végén. Elakadtunk, mert nem volt nálunk Loki, milyen megfejtettük szépen az egészet, és a végén nem voltunk négyen, ugye, és nem volt nálunk egy Loki, nem tudtuk befejezni, úgyhogy minden esetre ez lenne a rövid lényeg, amit láthatjátok, itt szedjük ki az első modot, semmi extra. Még van értéke a modoknak, nagyon praktikus modok, azt kell, hogy mondjam, és a megfelelő Warframe-be megfelelő hatást tud elérni. Na most, ennyi lett volna nagyjából ez az új videó. Én köszönöm a figyelmeteket, ha van kedvetek, nézzétek meg a további képi anyagokat, semmi extra, csak az egy-két volton végig rohanunk, akkor már megcsináltuk Gomi kollégával, és megpróbáltuk megfejteni őket, és akkor, ja, hát nagyjából ennyi lett volna. Köszönöm a figyelmet, sziasztok! Mennyi lehet a mi 30-ban? 15. Még mindig. Oké. Hát kurvára nem tudom, hogy legyél. Még van, mert van még egy, nem? Körül szerintem. Szerintem így körbe kell menni. Ja. Igen, ott is van egy. Oké, de itt alul van egy, ahova meg kéne jutni valahogy hozzá. De egy Lokival könnyű. Lehet.
keresebb bankot láthatatlanságban. Na jó. Vagy a faszba. Ott látok egy utat amúgy, ahogy be lehet ez menni. Csak nem tudom, merre lehet az út. Nem, egy mentünk egymás mellett amúgy. De azt nézem, ez az ajtó, az nem menni akar. Megvan, megtaláltam. Oké, most erre is ráálltam. Megtaláltam, hogy kell oda menni. És most? Jó. Jó, de van négy még. Ja, és tényleg van négy. Akkor tudom, hogy kell oda menni. Oké, ez itt így, erre, ha minden igaz, erre. Jep, jep, megvan. Emlékszel azokra, amikre állnom kellett, amikor te fönt én lent? Na, ott van egy hátsó járat, és arra kell menni. Ugyanabban a szobában van egy hátsó járat. Erre is ráálltam. De mindig nem jött ki semmi ennyi. Nem tudom, hogy őszintén lenni. Lehet. Hol van? Az alja. Ja. Oké. Még egyre. Oké. De jó, csak sorrendje van. Á, ne, ne, állj vissza. És most arra kéne valakinek ráállnia. Nehogy már ez négyen kelljünk. Gondolom, hiába van négy hely. Rá tudsz arra állni? Ehhez négyen kellene. Ne basszál már fel annyira. Nem, megnézzük. De nem, az S nem teleportál, hanem helyet oda megy hozzájuk. Várj egy kicsit. Maradj ott, hogy lássalak. Ott, hogy legyen rád lássásom, gyerek ilyen. Kösz. Hát akkor ezt csak négyen lehet megcsinálni, ha?
Mindegy, lementem.